A mezőtúr szolgáltatók ügyében. Ott úgy tudom, hogy a munkaszerzési módosítások nem történtek meg helyesen, mert illetve hát részben történtek meg, de nem írták alá. Egész egyszerűen azért nem, mert ígéret hangzott el korábban arra vonatkozóan, hogy január 1-től a bonyolultabbá váló feladatok, bonyolultabb összetette feladatok ellátása okán magasabb jövedelemmel fogják és ezen a munkájukat ellátni az érintettek. Erre ígéret hangzott el, és egyébként pedig a területi vezetőgyűlő asszony Veré Bolga április 6-án kelt levélezőjük hozzá, amelyben megküldte a Botyánszki János részére írt levelet is. Az a helyzet, hogy ez idáig ebben a dologban előrelépés nem történt. Én azt javasoltam a kollégáknak, hogy elég nem írják el a munkaszerzés módosítást, míg ez az ügy az igényeknek megfelelően nem teljesül. Remélem, hogy megfogadják a szavunkat, és ha úgy tetszik, ellenállnak ennek. Nem tudom, egészséges dolog az, hogy ígérgetünk, és utána nem történik semmi. A arckeres igazolványok a kapcsolatban egy ilyen, ilyen kódexnyi papírhalmaz érkezett, azt nem értem, hogy miért. A kiváló SAP rendszer, amit ugye a Buglás Óriának valamint a Vizsgálati Bizottság előtt adja főnökücsért, úgy vélem, ezek szerint tévedett, minden olyan információt tartalmaz, ami okán, ha úgy tetszik, zaklatásnak tekinthető, hogy írásgyakorlatokat végeztetnek el a igénylőkkel. Maximum változásokat kellene, és nem ebben a formában, hanem az SAP felé bejelenteni a munkavállalóknak, ott is főleg ugye a családtagok esetében. És nem pedig hirdetlen mennyiségű adatlapokat kitölteni. Szükségtelenek látjuk azt, és a munkavállalóknak a fölös szaklatásának, hogy ezeket az űrlapokat kitöltetitek velük, mert rendelkezésetekre áll mindaz az adat, ami az úgynevezett arcképes igazolvány kitöltéséhez, vagy kiállítás kiállításához szükséges, kivéve a fénykép. Egyébként a vasúti törvényben azt mondja, hogy díjmentesen jogosultak igénybe venni a vasúti kedvezményeket. Azt kéri a szakszervezetünk, hogy a munkáltató vizsgálja fel az álláspontját, és a meglévő adatbázisból igyekezzen kiállítani az igazolványokat, és ott, ahol probléma merülhet fel, azt jelenti, akkor annál a pár embernél kérjen adatpontosítást. A dolog így akkor rendben van.